az élet nem volt könnyű soha, most sem az, viszont az egy örök, hogy mondjam, az örökre szóló kalandunk, ami az Ázsia Expressben volt, az olyan szinten rányomta a bélyegét a kapcsolatunkra, hogy most eddig azért sokat, tehát jó, vitáztunk már nem annyit, mint régen, de még mindig szoktuk, és most valahogy úgy a vitákat már elengedjük, mert tudjuk egyébként azt, hogy ha vitatkozunk is és megbeszéljük a dolgainkat, onnantól fogva, tehát már velünk új dolog nem nagyon fog tudni történni, hisz már ami meg tudott történni, az már nálunk minden megtörtént, és én úgy gondolom, hogy a kölcsönös szeretet és tisztelet, ami közöttünk van, az most már maradjon így, én így gondolom, mert annyit harcoltunk már, meg annyit szenvedtünk már, hogy egymásért, egymással is harcoltunk, hogy konkrétan most minden úgy, ahogy van, kész. Hát a műsorban való szereplésünk kapcsán érzem igen az emberekben, hogy sokkal nyitottabbak, és úgy gondolom, hogy pozitívra fordult ez a mi megítélésünk, hisz lehet, hogy kezdik kapizsgálni azt, hogy van a showműsor, és van a valódi énünk. Tehát valamikor bizonyos helyzetekbe úgy kerülsz be, hogy ezt meg kell oldani, mint az Ázsia Expressben, és annyira egymásra utaltak vagytok a pároddal, legyen az a férjed, a testvéred, a legjobb barátod, hogy az új szintre emeli, meg szerintem ott is új szintre emelte mindenkinek a másikkal való kapcsolatát. Van, akinek kicsit rosszabb lett, tehát az új szintek ott nyíltak meg, de azért nagyjából majdnem, hogy mindenkinek pozitívan emelt a kapcsolatán, és az, hogy az Ázsia Expressben is fölvállaltuk azt, hogy mi szoktunk vitatkozni, mi ilyenek vagyunk, mi hát konkrétan beleállunk, tehát mi az, hogyha valakivel konfrontálódni kell, engem nem visel meg, és akkor én tudok nemet mondani, én tudom azt, hogyha valakinek a szemébe mondok bántó dolgot, az később nem fog annyira fájni neki, mint hogyha a háta mögül hallana valahonnan. Legalábbis én így gondolom. Aztán ez sokak nem így vannak vele, tehát sokan nagyon-nagyon-nagyon becsomagolják a dolgaikat, mint egy karácsonyi ajándékot, tehát kis doboz, még kisebb doboz, legkisebb doboz, legkisebb, és a végén teljes más értelemmel bír. Tehát lehet, hogy kapunk egy olyan pakettet egy emberrel kapcsolatban, aki egy tök szép nagy doboz, és akkor gondolunk valami, és a végén van benne egy ilyen kis valami, amit nem tudunk értelmezni. Tehát ezt nem kell túlragozni, túlmagyarázni, mi ezt nem is ragoztuk túl, hanem önmagunkat adtuk, és a nézőknek ez volt pozitív, hogy nem akartuk magunkat megjátszani, nem volt bennünk az a, még csak szándékunkban sem, hogy mindig csak a jót, mindig csak a... Tehát ott azért keveredik az ember bizonyos helyzetekbe, amit éhesen, türelmetlenül, kialvatlanul másképp kezel, mint olyankor, amikor így itthon vagyunk, csak nyugiba, relaxbe, jó, igen drágám, persze, természetesen, na hát ez ott nem így működött. Hát mivel negyedikek lettünk, mondjuk ezt nem gondoltam volna, de én nagyon örülök neki, viszont most már tényleg el kell hinnem önmagamról azt, hogy ha kitűzök egy célt, azt akkor is elérem. Még csak ennyire, tehát csak ennyire kell akarnom, és elérem. Én nekem ott az Ázsia Expressben az volt a célom, hogy csak látni szeretném kappadókját. Tehát ez nem volt, tehát nem is akartam ezt, hogy most egy hőlékballonnal fölmegyek, csak látni azt, hogy a ballonok szállnak, hogy ott az a gyönyörűséges táj, hogy ott mit tudom én, hogy ott vehessek levegőt, hogy úristen, na ez megtörtént, és akkor úgy elkezdtem el, úristen, most hogyha azt tűztem volna ki célul, hogy föl is menjek a ballonnal, lehet, hogy föl is mentem volna. Tehát igen, így, hogy az apró célokat, és minél olyanabb célokat tűz ki az ember, legalábbis én úgy vagyok vele, amit tudom, hogy el tudnék érni, azt úgyis el fogom tudni, és még sokszor olyat is el tudok érni, amire azt gondolom, hogy úristen, ez lehetetlen. Tehát ezt hogy fogom tudni, meg fogom tudni csinálni. Magamba való hit. Tehát azt nyertem vele, hogy a magamba vetett bizalom és hit az erősödött.